Sziasztok emberek, én Pink Horizon vagyok, és ebben a videóban elhozom nektek a csatornának a legelső room tour videóját. Már lassan hány éve videózok? Lassan úgy 6 éve videózok, és még egyszer sem volt room tour, mivel nem éreztem, hogy a szobám olyan állapotban lenne, hogy az érdemes legyen bemutassam nektek. Lesen érdemes legyen. Most viszont úgy, ahogy kialakult a szobám, szóval ezt most úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek. Úgyis most december 6-a van, de ti ezt valószínűleg december 7-én látjátok, nem tudom. És ilyen Mikulás külön kiadásnak gondoltam, hogy most megmutatom nektek az én csodálatos szobámat, hogy hol szoktak zajlani a csodák. Szia Lizi! Hajlandó vagy egy kicsit nyilatkozni, hogy mekkorát nőttél meg ilyenek? Nem? Szagi? Ne nézzél így. Mindegy. Tessék, itt van Lizi. Úgyis mondtátok, hogy hiányoljátok a Lizis videókat, most kaptak egy kicsit Liziből is. Mi vagy ilyen szégyellős? Jó, akkor bemegyek. Elnézzünk jobbra. Hopp, azt a szemetes zsákot, ezt kiviszem. Na szóval itt lehet bejönni az én csodálatos szobámba. Itt az ajtó, itt a csodás bejárat. És bejövünk, elnézünk jobbra, és ott egy fotel. Egy ilyen nagyon-nagyon ős régi fotel, ami igazából csak azért van benne a szobámba, hogyha jön valaki, akkor ő is le tudjon ülni valahova. Jó, igaz, ott az ágyam is, de értitek, az a kényelmes, meg ott van valami háttámasz is, szóval úgy gondoltam, hogy lehozom a padlásról ezt az ős régi 70-es években gyártott kis fotelt, és ide rakom. Fotelemen viszont van egy övtáska, egy gamerszéknek a háttartó genyója, egy AirPods, ami töltőm van, meg egy, hát nem tudom, mi lepedő. Illetve itt a karfánál van egy hosszabbító, amiben általában töltöm a dolgaimat. Na hát az ágyamat azt igazából nem nagyon szeretném nektek bemutatni. Sima ágy, ami most le van takarva, hogy ne lássátok, hogy mennyire nincsen megágyazva. És igen, sokan kérdezhetitek, hogy miért van itt a radiátor, és hogy nem-e szoktam-e beütni a fejemet. De általában két naponta arra kelek fel, hogy izomból telibe fejeltem azt a radiátort, de igazából azért van itt ez az ágy, mivel jó van ez itt. Meg most úgyis ott a számítógép is az egészet át kéne rendezni, mert amúgy figyeljétek, nem egy nagy szobáról beszélünk. Szóval látjátok, hogy ez egy elég kis szoba. Szóval nagyon nehezen lehet itt megoldani a dolgokat, de igyekszek. A falon, ott az ágyam fölött van egy óra, amivel amúgy nincsen elem, és nem jár, de ott van dísznek. Illetve itt egy poszter, egy kodos, Advanced Warfare-os csodás poszter, meg ott egy Last of Us-os poszter. Illetve itt van a YouTube-tól egy kis levelem, amit a 100 000 feliratkozóra kaptam. You had an astonishing 100 000 people subscribe to your channel. És ott van egy aláírás. Susan Wojcicki-től. Köszönöm szépen, Susan Wojcicki. Durva, hogy mindjárt 200 000-en vagyunk, és már bőven átléptük a 100 000-re. Igaz, sok időbe telt, míg a 100 000-től idáig eljutottunk, de meg lesz az a 200 000. Na, és térjünk át az izgalmasabb részekhez a szobában. A számítógépet ezt a végére hagyom. Menjünk ide. Na hát, jött a télapú, hozott nekem csokikat, és ide pakoltam őket. Itt van egy nem tudom mi, ugye csokik, minden, egy távirányító, ami nem tudom mit távirányít, mert nincs is a tévémben, nincs is a szobámban tévé, de van. Van egy gyertya, amit sose gyújtottam még meg, meg keks, meg még keks, meg van itt minden. Illetve ott vannak a cipőim, sokan kérdezik, hogy milyen cipőim vannak. Az valami sima Nike Air Force féleség, ez egy fake Off-White Jordan 1 cipő, amiben ugye volt egy bemutató videó, viszont már fake cipőket nem hordok, ezt is csak úgy néha napján felveszem, hogyha éppen itt tudom én piros szedbe vagyok, akkor piros cipő ídik mondjuk le rám, és akkor általában felveszem, de nem szeretem nagyon hordani a fake cuccokat. Akkor itt egy Nike Air Max 270, egy ilyen fehér-fekete, szerintem jól néz ki, illetve itt a lábam. Illetve itt egy Nike Air Max 95 sneaker boot, ezt térre vettem, mert jól néz ki, meg fekete, meg jó térre, én magas szárom. Illetve itt a táskám, egy Adidas táska, ebbe szoktam menni suliba. Na hát, most kéne ezt megmutassam, csak itt nagyon nagy kupi van. Megmutatom gyorsan nektek, hogy itt vannak a ruháim, amiket nem szeretnék bemutatni, mert nincsenek annyira összehajtva, mint amennyire kéne összehajtva lenniük. Itt vannak különféle sapkák, LA, New York, ez ami New York keres, ez nem tudom, ismét egy New York, meg van itt ilyen, meg H&M-es, meg van itt mindenféle sapka, semmi nagy márkáról nincs szó.
Vannak itt parfümök, lánc, ezt nem tudom, miért nem vettem fel, most majdnem minden aranyláncot felvettem, ugye, mert menő. Van itt kártya, érdekes. Van ott egy könyv, még több dezodor, ezek orvosi papírok, ez egy vezeték nélküli fülhallgató. Van még itt, van ott egy kokárda, van itt egy nyilván eredeti Windows 10-es USB, tehát semmi crackelt változat. Akkor átjövünk ide, és ugye ti ezt látjátok a videóban, mint háttér. Hú, na várjunk. Itt egy White Shark-os valami doboz, jól néz ki. Itt egy pop-up figura a Futurámából, de ezt már bemutattam nektek egyszer. Itt az ecigimnek a doboza. Sokan kérdezitek, milyen ecigim van. Revenger Mini Kit. Ennyi. Amúgy tök kis dizájnos doboza van, világít. Tehát ecigi, de mindjárt azt is megmutatom. Magadta van egy Apple füles, egy érem, az egyetlen egy érme, amit valaha szereztem sportpályafutásom során, ez egy, mi volt ez? 60 méter futás, második helyezett. Én erre akkoriban nagyon-nagyon büszke voltam. De amúgy fociztam is rengeteg évet, de egy rohadt érmet nem szereztem, szóval legalább van egy ilyenem. Van itt egy maci, amire rá van írva, hogy Balázs, ezt a húgomtól kaptam, ez mindig vigyáz rám. Itt van a Egeremnek a doboza, ez egy Logitech G500, de majd megmutatom majd a gépnél járunk, hogy milyen cuccaim vannak. Ez egy Naruto-s fejpánt, nem tudom miért van itt, jól néz ki. Aztán mögött egy Real Madrid-os zacskó, még több White Shark-os doboz, itt is. Ez a videókártyának a doboza, ami egy GeForce GTX 1060. Ez az alaplapom, ami egy valami gigabyte. És hopp, egy Krúbi lemez! Alá van írva, oda van írva, hogy Krúbi, bele van írva, hogy Pink Horizon. És elmondom a történetet, hogy ez hogy jutott hozzám. Ugye azától kaptam, majd ide lerakom, azától kaptam ezt a csodálatos lemezt, mivel volt neki Twitch-en egy nyereményjáték, hogy a Twitch subscriberok között kisorsol egy ilyen lemezt, és hát én nyertem meg, és személyesen át is adta nekem az a, innen is köszi szépen. Jó, hát én nem CD-re szoktam hallgatni ezeket az albumokat, de az emléknek és dísznek nagyon jó, tehát még ki sem volt véve a CD, nem is szeretném soha kivenni. Ez csak így emléknek, meg dísznek. Van, de én általában Spotify-on szoktam hallgatni az ilyen albumokat, meg ilyenek, de mondom, ez fullos. Na mi van itt? Van itt egy másik ecigének a doboza, ez egy Ice Stick Pico, ezt annyira nem használom. Van itt egy szemüveg, remélem úgy látszik itt minden, és nem sötét, mindegy. Itt egy Casio óra, egy Brawl Stars-os plakát, ami nem tudom, hogy szeretnétek a Brawl Stars-os videót, mert amúgy szoktam vele játszani, elég sokat. Van itt egy Angry Birds-ös kis figura, kis piros. Nagyon szép, ezt ide-vissza is rakom, ez is dísznek van itt. Az is még mindig a videókártyám doboza. Ez egy Asus Cerberus billentyűzet. Ezt még tavaly használtam, csak leöntöttem kólával. Igen. Ezt is a Mikulás hozta nekem, valószínűleg rohadt büdös vagyok. És hozott egy ilyen Old Spice csomagot. Mögötte van egy Calvin Klein-os szatyor. Ezzel tudok likvidet keverni, ez 18 plusz, bocsi. Vannak itt alsógatyák, nem tudom miért mutatom őket. Van itt egy angol-magyar szótár, egy német-magyar szótár. Igen, aztán ott vannak tankönyvek, meg táska. Ennyi. Szóval nagyjából mindent megmutattam, mi van itt mögöttem. Most van az, amire mindenki várt, a számítógép. Miért a számítógéphez érünk, ugye itt van a számítógép, és mögötte van az én kis YouTube díjam. Hello, sziasztok! Ugye 100 000 feliratkozó kaptam, és mindenképpen oda akartam tenni, ahol látszódik a videó közben, szóval ide raktam magam mögé. Ez egy V4-es VIP Pass, az egy gitár, amin azt hiszitek, hogy tudok játszani, de annyira nem. Valamennyire tudok, de nem annyira, mennyire kéne. Aztán a földön van a lábam, van ott dzsuva, van egy karácsonyi fény, meg egy LED szalag. És ameddig fenn van ez a karácsonyi fény, addig én kihúztam a LED szalagot, mivel most ez világít is, ez nagyon jó. Illetve itt egy ilyen MIDI keyboard, ezzel lehet ugye alapokat csinálni, FL Studio-ba, Ableton-ba és különböző alkalmazásokba, ami ilyen zenekészítő alkalmazás. Ilyen a számítógép gépházam, az a GoPro-nak a tartója, a vízállótokja, ott van dzsuva, meg egy üveg. Hoppá, hoppá! Na de, elérkeztünk arra, amire mindenki várt. A számítógép! Na, kezdjük innen, ugye itt van a mikrofonom, amivel szoktam a zenéket felvenni. Erre most raktam egy ilyen kis cuki Mikulás sapkát, ami amúgy a kutyáé, csak ő nem nagyon szereti.
ugye van egy ilyen szép nagy állvány, amit amúgy odáig az egekig fel lehet emelni, de nem akarom, mert kb. Ilyen magas vagyok, és így szoktam tolni neki, hogy meg ugye van egy popfilter, és a mikrofonom az egy Behringer C1 USB, egy eléggé olcsó mikrofon. Most szeretném leváltani, mert tényleg ez már ilyen 15 ezer forint környékén megy, és azért már, és hát inkább egy ilyen 30-40 ezer forintos mikrofon szeretnék venni, mert ez már régi, meg már zúg, meg minden baja van. Tényleg akkor vettem, amikor még kezdő voltam, ez volt a legelső kondenzátoros mikrofonom, azóta megvan. Kitartottam mellette, viszont már most járunk ott, hogy most már kéne egy új mikrofont vegyek. Itt van a White Shark-os fülhallgatóm, ami le lesz cserélve egy másik White Shark-osra, ha minden igaz. Ez még idő kérdése, de lesz majd róla videó. Itt van a Logitech G502 Hero egerem, ami amúgy rohadt jó, tehát ennél jobb egeret most nem nagyon találtam. Egy SteelSeries Fnatic, nem tudom, van XXL mousepad, nem tudom mi a neve, de ez a legnagyobb ilyen SteelSeries-es mousepad, ezt már nagyon régóta használom. Ezt is, vagy 2015-ben vásároltam. Itt van az egyik monitorom, ami egy Samsung, nem tudom pontosan mi a neve, illetve itt van a fő monitorom, ami egy AOC, mindjárt mondom, ott van fenn a doboz, ezt nem is mutattam, egy AOC C24G1-24 gaming monitor, 144 Hz-es, 1 millisekundumos csúszás, hajlított AMD FreeSync-et támogatja. Itt van a White Shark-os billentyűzetem, ami egy mechanikus billentyűzet, elég hangos, ez is le lesz cserélve egy másik White Shark-osra. Itt van maga az ECG-m, világít, legfontosabb. Igen, ez az, amit az előbb mutattam, ez egy Revenger Mini kit. Aki 18 év alatt van, az ki ne próbálja az ECG-t, se a cigit, mivel nem jó dolog. Itt a másik ECG-m, ez egy iStick Pico, ezt nem használom, nincs benne porlasztó. Egy Xbox controller, sok hülyeség, egy kepi, ugye likvidek. Itt van a softboxom, ami szintén nagyon régóta megvan, és még mindig semmi baja nincsen, szóval szétadom. Igaz, hogy lehetne hátrébb is tenni, viszont ennél hátrébb nem tudom. Szóval ez így beledok konkrétan a pofámba, és kivilágítja az agyvelőmet, de legalább világít és fényes vagyok. Ugye itt a White Shark-os székem, ez is lesz cserélve egy másikra. De erről mondom, majd lesz videó, hogy mi lesz lecserélve, mire, meg ilyenek, szóval majd, hogy ja. Ja, és ott a White Shark-os billentyűzetemnek a doboza. Ezt igazából azért szoktam ide rakni, hogy néha itt tudjak videózni. És egy kisebb kameraállvány, beszarsz, de nincs kameraállványom, és ez úgy nagyjából jól ott van. Na, de ha már odaraktam a kamerát, akkor én el is köszönök, szerintem mindent megmutattam. Ja, nem mutattam még meg nektek minden. Itt a webkamerám, ami egy Logitech C920, ez is nagyon régóta megvan, viszont ennél jobb webkamerát még mindig nem nagyon lehet találni a piacon, ami ilyen jó árkategóriában lenne. Mit nem mutattam még meg? Igen, ott van egy másik egér, ami egy Zuvi ZA13, azt annyira nem használom. Hopp, ezt meg akarom mutatni nektek. Nem jön ki. Miért nem jön ki? Anyád. Megvan. Na, ez egy V4-es, ilyen kis, hoppá, de poros volt, ez egy ilyen kis V4-es medál, ezt kaptam, nagyon menő, V4-en kaptam, ott van Budapest 2019, nagyon pacek, ezt általában itt szoktam így tartani díszként. Na most már szerintem mindent megmutattam, jó, a párkányomat még nem, de semmi izgalmas, nincs, miért vlogolok úgy, mint egy autista? Tehát így fogom a kamerát. Hello. Így kéne, de nem tudok vlogolni, tényleg sorry. Na, viszont itt egy fidget spinner. Amit én nagyon imádok, mert menő ilyen sárkányos kinézete van. Itt egy gyógyszer. Meg igazából semmi érdekes. Itt az ablakon, ha kinézünk az ablakomon, akkor fákat lehet látni. Egy ilyen kis erdő feelingje van az egésznek, de én nagyon imádom amúgy. Na de most már tényleg elköszönök. Remélem mindent meg tudtam nektek mutatni, és amire kíváncsiak voltatok, arra megkaptátok a választ.